Sziasztok! Újra itt vagyunk! Ma vagyunk a szuperétteremben! Én elmondom! Várj, akkor kezdjük újra! Jó. Sziasztok! Sziasztok! Újra itt vagyunk! Ebben az epizódban az ernyőkezelésről lesz szó. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen? Sziasztok! Sziasztok! Újra itt vagyunk! Ebben az epizódban az ernyőkezelésről lesz szó. Itt van velünk Veronika. Sziasztok! Ma fogja kipróbálni először ezt a sportot, az ernyőkezelést rajta keresztül fogjuk megmutatni. Elvitték a pumpát. Hozd vissza a pumpát, Léci! Pumpa kell a forgatáshoz! Jó, akkor még egyszer elmondom. Ez az első dolog, amit így érdemes így megtanulni, hogy hogyan szállítod az ernyőt, ezzel lehet így közlekedni, nyilván nem széltől elfelé rohanva, hanem valahogy így oldalazva jobbra-balra, tehát tudsz vele közlekedni. Ha erős szél van, akkor persze a széllel együtt is tudsz haladni. És ezzel kell megsétáltatni az ernyőt. Igen. Ez a lis, ezt rá kell tenni a kezére. Igen. Miért? Rátesszük. Miért? A biztonság kedvéért. Hát, ha lerántja az epülő vacsot. Az ernyő biztonságáért, vagy Veronkáért? Ez a Veronka biztonságát nem annyira szolgálja, inkább az ernyő. Ez az ernyő biztonságát szolgálja, meg hát a környezetet is, meg ezzel így elkaszálsz valakit, akkor az így hasra esik, vagy hanyat. Jó? Megmutatok még valamit, hogyha ne adj Isten, az ernyő nem így van, tehát hogy nem a, ezzel a részével felfele, vagy igen, tehát hogyha mondjuk így találod az ernyőt, akkor kétféle módon tudod megfordítani az ernyőt. Az egyik ez, amit az előbb csináltam. Tehát kicsit így felhúzod, és megfordítod. Mármint ezzel a kezeddel így. Meghúzod felfelé, és elfordítod. Ez az egyik fajta. A másikat, nem tudom, hogy ezen a kavicson mennyire fogom tudni jól demonstrálni, de így eljössz a szélére, és így fordítod meg. Ez így oké? Okay? Ezt a vízen inkább alkalmazzuk, amikor az a tanulási fázis van, mert ott nehezebb, mert ott nem állsz eleve, tehát nem vagy ilyen magasan, ott csak ilyen magasan vagy, és amikor ez a magasságod van, ez sokkal, sokkal egyszerűbb így megfordítani az ernyőt. Oké. Okay. Megpróbálod? Megpróbálom. Nézzük meg. A líst tegyétek fel. A líst visszatesszük. Nézzük meg. Igen. Szuper. Mert körbe-körbe, tehát így visszafele is. Amerre elkezdted. Ez így egy nehezített pálya, de... Igen. Most próbáld meg azt a fajtát, amikor elgyalogolsz a végére. Az igen, ehhez mondjuk guggolj le, mert... Úgyhogy le vagy guggolva. Igen. Úgy. Szépen, nem kell a közepét ilyen kopognod. Úgy, és most fordítsd át. Nagyon jó. Így, még nem kell fölállni, igen, és akkor így. Mert a vízen ezt tudjuk csak megcsinálni általában. Jó, most ugyanezt vissza is próbáld ki. De guggolj le, és maradj guggolva végig. Tehát elgyalogolsz, nem kell kapkodni, ilyenkor egyáltalán nem kell kapkodni. Szépen elmész, igen, és akkor és így. És átfordítod. Ajjajajaj. Ilyenkor hagyhatsz a kezednek egy kicsit nagyobb távolságot így egymástól, tehát ugye te azt csináltad, hogy ilyen egész közel fogtál rá, így. Okay. Látod, így, okay. Viszont hogyha egy ilyen távolságot hagysz magadnak, sokkal egyszerűbb megfordítani. Okay. Tehát egy széles. Jó. Ezt tolod felfelé, azt megnyomod le. Így. Látod? Ugye? Az, amit a tanulóknak a következő fázisban szerintem meg kell tanulnia, az az irányítás. Ami nagyon fontos, Veronka, hogy mikor fejünk fölött van így ez az ernyő, akkor gyakorlatilag egy kicsit emel minket. Van egy kéz, ami az árbóc kéz, az általában mindig nyújtva van. Ezzel így fönt tartjuk gyakorlatilag a winget, de nem kell félni, mivel a szél húzza, ezért ezt nem válból tartjuk. Csak nagyon kis szélben, tehát látjátok, hogy ezzel nem tonok, hanem húzást. Most két ujjal fogom, hogy itt inkább húzás van, mint az, hogy tartanom kellene.
és minél több húzást szeretnék, annál jobban a bunkezet behúzom. Persze, bizonyos mértékig, mert nem húzhatom el teljesen, tehát meg kell hagyni, hogy a szárny repüljön. Az irányítás az szinte mindig a kilépőjél fele a bunkkézzel történik. Ha ezt behúzom, több erő van, ha ezt kiengedem, kevesebb erő van. Ha ezt letolom előre, hátrafele megy a vink, ha felhúzom előrefele. Mert ugye ezek a fő irányítási módok, amiket kell csinálnunk vele. Tehát most elsőre ezt kellene megpróbálnunk, hogy átadom az ernyőt neked, a winget, megfogod, és a jobb kezeddel megfogod az első vagy a második handle-t, hogy a fejed fölé vedd. Fejed fölé veszed, így van, és befogsz hátra, nagyon jó. És már is érzed, hogy fúj a szél. Ezt nagyon jól csináltad, igen, ilyenkor rá kell tolni arra az érre. Fontos ebben a... ezen a ponton, hogy ne hirtelen nagy mozdulatokat csináljunk, hirtelen lehet, csak ne nagy mozdulatokat, finom mozdulatokkal kell operálni. Most fogod érezni azt, hogy ha ezt beljebb húzod, akkor jobban húz. Hogyha kiengeded, kevésbé. Nyugodtan enged följebb, és akkor nem fog húzni. Érzed? De csökken az erő. Ha bármi módon elveszed a kontrollt, akkor elsőre a hátsó kézzel engedd el, és kivegy az erő belőle. Engedd el? És azonnal már csak repül szépen a fejed fölött. Ezen túl, hogyha elesel, és elengeded az ernyőt, nyugodtan megpróbálhatod, hogy engedd el, akkor max leesik mögéd. Tehát gyakorlatilag a lee is megfogja. Ezt azért is érdemes használni, mert ha egyszer elmegy tőlünk a szárny, nem fogjuk úszva utolérni, szinte biztos. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy használjunk. Amikor ezt a haladást gyakorolj, tehát mikor már megy ez, hogy ugye a fejünk fölött tudjuk tartani, tudod korrigálni, hogy ne menjen jobbra-balra, hanem szépen meg tudod tartani. A következő lépés az ernyőkezelésben az, hogy a parton ezt a fajta erőt megpróbáljuk megérezni, hogy amikor húz fordulónál készcsere, és a másik irányba beteszed húzóba, ilyenkor érződik, hogy húz. Ilyen fél-kettő irányába tartva az ernyőt, egyensúlyozunk a hátsó kézzel, ezt a kifordulást egyensúlyozunk gyakorlatilag, és megtartjuk ezt a... Igazából amikor majd megyünk 20-30 km/h, akkor az ernyő nem, hogy nem fölfele fog nézni, de szinte majdnem, hogy teljesen a haladó irányba fog nézni, igen, fölfele sem ennyit. De a parton... Van, mert lesz egy indukált sebességünk, a mozgásból adódó sebesség, és a szél sebességének az összegvektora fog érvényesülni, bármi is legyen az. De az a lényege, hogy amilyen irányba haladunk, úgy fog állni. Tehát míg startnál így áll az ernyő fölfele, ahogy minél gyorsabban megyünk, egyre jobban fordul 90 fokot, és a haladási irányba fog nézni a belépője. De ami igazából a mai témához tartozik, az, hogy miután ez már megy, akkor a sétát kell csinálni a parton, és ezt már akkor is, vagy még akkor is, abban a fázisban is, amikor már a deszkárállással kísérletezünk, ezt még akkor is lehet, amikor még nem fújt be annyira a szél, az aznapi gyakorlás előtt így a parton mászkálva az ernyővel. Ez nagyon fontos, mert megy bele a kezünkbe a kilométer, ez jól jön a vizen. Megtanulja az izomzat ezt a fajta mozgást, a korrigálást. Úgyhogy, hogy tetszett? Tetszik. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Kipróbálod vizen is majd? Mindenki. Jó. Utalásra vagy készpénzre szeretnéd a... Kp. Rendben van. Jó. Ennyi fért ebbe az epizódba. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Szevasztok!